Na, végre itt vagyunk. Együtt vagyunk. Ti veletek is, akik az online internetben. Az a helyzet, hogy. hogy Megkérlek, álljatok már fel egy percre. Szeretnék egy virtuális ölelést, de most egy másfél méter távolság, meg most maszk, meg minden. De most csináljunk így egymás felé. Én akkor éreztem a dicséretet a legjobban magam, amikor hátrafordultam, és így láttalak titeket. Ölejük meg így egymást. Nézz hátra, nézz körbe. Nem mész oda hozzá, Emil. Nézz meg, és lásd meg, lázs meg, hogy itt van a te atyád fiat, a te testvéred. Szeressétek a szemetekkel. Ölejétek meg egymást így virtuálisan. Lesz idő, amikor odaugorhatsz már a nyakába, és ez is rövid időn belül lesz. De most ez, hogy így együtt lehetünk, ez valami mérhetetlenül jó jön nekem. Ticsőség ezért az Úrnak. A másik dolog, amit még szeretnék, mielőtt az üzenetbe fognék, foglaljatok kérlek helyet, hogy itt tegnap óta nem kevés ember, 21 nehányan legalább itt voltunk tegnap dél óta, vagy egy óra óta, akik azon dolgoztak, hogy itt Isten tisztelet legyen, és én itt szeretném megköszönni nektek, technikusoknak, hang, videó, fény, és mindazoknak, akik pakoltak, horták, vitték, ezt, hogy dolgoztatok, és most itt lehetünk, és örülhetünk, kényelmesen elterülve, mint a Gyula is, és élvezhetjük, hogy Istennek az áldott szeretete süt mi ránk. Halleluja! És Tofit kérem meg, hogy ismét segít nekem abban, hogy kivetíti az igéket, ha lehet látni, kövessetek ott is. Az a helyzet, hogy az az üzenetemnek a címe, hogy kézérintése nélkül, az alcím pedig, hogy ahol pedig az Úr, a Szent Szellem, ott szabadság van. Halleluja! Úgy kezdődött ez a mai nap, hogy sírva fakadtam. Reggel fölébredtem, és kérlek, Tofi, tett ki a Lukács 11-ből, a 11-től 13 versig. Ezerszer olvastam, meg gondolom ti is ezerszer olvastátok ezt az igét, ha így szól. Vajon melyik apa adna kígyót a fiának, az, hogyha az halat kért tőle? Vagy tojást kért, talán skorpiót ad neki? Ha tehát még ti is tudtok jó ajándékokat adni a gyerekeiteknek, pedig gonoszak vagytok, mennyivel inkább ad a mennyei atyátok szent szellemet azoknak, akik kérik. Gyerekek, a mennyei atya nem ad vírust. Amikor mi szent szellemet kérünk, és ő miatt a jövünk, ő nem vírust ad, és nem követ, és nem skorpiót, és nem kígyót fog oda nyomni nekünk. Jézus maga ígérte, hogy amikor mi Szent Szellemet kérünk tőle, akkor ő Szent Szellemet fog adni nekünk. Tudjátok, akárki akármit mond, az ember ezekben az időkben megkísértette a félelem, hogy jaj, 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 mi lesz a világ is tele, volt ezzel a félelemmel, és meg, engem legalábbis. És azt tudom mondani, aki, akárhol vagy, akár itt vagy, akár távol, te el, atyád, az nem ad skorpiót. Te mennyei atyád, nem ad kígyót. Te el, atyád, nem fog követ adni neked, amikor te szellemet, szent szellemet kérsz től. Jézus ezt arra mondta, hogyha mi be akarunk telni Isten szellemével, akkor nyugodtak lehetünk. Akkor ő ezt egy természet fölötti oltalommal természet fölötti védelemmel veszik körül. És ez hát engem nagyon-nagyon megrendített. Ugye azon gondolkodtam, hogy kéz érintése nélkül, mert most ugye itt a kézrátételt annyira nem fogjuk gyakorolni, nem zárjuk ki, de nem ezem lesz a fő hangsúly. És rájöttem arra, hogy egyáltalán az egész új szövetség Bibliában nem a ritusa fontos. Pünköskor senki nem ért senki ezt hozzá. Jött a Szent Szellem, és a fiúk a legnagyobb meglepetésükre beteltek Szent Szellemmel, tűzlángok szálltak rájuk, és így tovább. Kirohantak, és elkezdtek új nyelveken, nyelveken szólni, ráadásul különböző nyelveken, és úgy néztek ki, mintha belennének rúgva, mert azt mondták róluk, hogy édes édesbortól részegettek. A másik eset, amit szeretném, hogyha megnéznénk kicsit tüzetesebben, az az Abcsel 10-ben van leírva, amikor a Cornelius háza népére szállt rá, pogányokra először az Istennek a szelleme. Kérlek, hogy az Abcsel 10, 38-tól tegyük ki. Így szól. Ja, bocsánat. Először ne is ide, Tofi, váltsunk Lukács 4, 18, 19. Ott ugyanis azt mondja a El Jézus, hogy az Úrnak a szelleme van én rajtam, mert felkent engem. És most nézzük meg, hogy mire, és miért jött el, és miért kente fel a Szent Szellem a názáreti Jézust. És azt mondja, hogy azért, hogy örömhírt mondjak a szegényeknek. És azt mondja, hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak. Azt mondja, hogy a vakoknak a szemeiknek a megnyílását, a betegeknek a gyógyulását. És azt mondja, hogy szabadságot hirdessek, és szabadon bocsássam a lesújtottakat, hogy hirdessem az Isten kedves eszendejét. A Szent Szellem szabadságot hozott. A betű uralma alól, a bűn és a halál törvénye alól, jött a Szent Szellem, hogy átvigyen bennünket az újjá teremtés és az újjászületés születés által az Isten fiúságba. A Jézus Krisztusban való élet, a vele és a benne való élet szellemének a törvénye alá. És most nézzük meg az abcsel tizet. Ott azt mondja a 38. verstől, hogy ti Ismeritek azt a dolgot, ami Jézussal történt? Hogyan kente fel az Isten szent szellemmel és hatalommal? És miért? Szerte járt, jót cselekedett, meggyógyított és megszabadított mindenkit, aki az ördög elnyomása alatt volt. És mi vagyunk, azt mondja Péter, ennek a bizonyságai. Amiket cselekedett. Mi vagyunk a bizonyságai annak, hogy őt megölték. A fára, a keresztre feszítve. Mi vagyunk a bizonyságai annak, hogy a harmadik napon az Isten igazságot szolgáltatott és feltámasztotta őt a halálból. És megjelent nyilvánvalóan sokaknak. Nem minden embernek, csak azoknak, akiket kiválasztott arra, hogy tanúskodjanak róla. És azt parancsolta. Mondja a 42. versben, hogy hirdessük az embereknek, minden népnek, és tegyünk bizonyságot. Mi? Ők akkor, és mi a Szent Szellem által most? Hogy Isten őt rendelte bírául. Őt rendelte Istennek a bírául, élők és holtak felett. És azt mondja Péter Apostol, erről a proféták mind bizonyságot tesznek, hogy minden embernek a bűne el lesz törölve, akik hisznek ő benne. Minden embernek a bűne el van törölve, akik hisznek az Isten fiában, a Názáreti Jézusban, az ő személyében, az ő halálában és a feltámadásában. Jó hír ez. Hát ha létezik jó hír, akkor ez az. Az evangélium nagyon egyszerű dolog. Az evangélium az arról szól, azt mondja, térjetek meg, de mibe térjünk meg? A gondolkodásunkat változtassuk meg az Istennel kapcsolatosan, hogy az Isten jó, hogy az Isten szeret hogy az Isten annyira szeretett minket, embereket, hogy a saját fiát adta odaértünk. Az evangélium ez. A megtérés az, hogy Isten nem egy rettentő, ítélő bíróként lesi si az, hogy mikor csapjon le rád, hanem az Isten maga a szeretet, aki a szeretetét teljesen nyilvánvalóvá és egyértelművé tette, amikor a saját fia élete árán megvásárolt magának bennünket. Ez az evangélium. És feltámasztotta a fiút, és azt mondta, ha valaki ebben a fiúban tud hinni, annak a bűnei el lesznek törölve. Azt a mindenit. Micsoda dolog ez. És akkor nézzük ezt az abcsel tízet. Mi történt ezután? Azt mondja a 44. vers. Mikor még Péter szólta ezeket az igéket, leszállt a Szent Szellem. Leszállt a Szent Szellem. Mindazokra, akik hallgatták ezeket a beszédeket. Ezek az embereknek a szíve el volt készítve, mint a tiéd, arra, hogy befogadja ezt az igazságot. És amikor ezek az emberek, és bárki jelenleg, aki az internet előtt vagy, vagy itt vagy, aki befogadod ezt az evangéliumot, leszáll most rád a Szent Szellem. Leszáll a Szent Szellem, és bizonyságot tesz arról, hogy ez az igazság. Hogy ez az Isten igazsága. Nem a te igazságod, nem az én igazságom. Ez az Istennek az igazsága, hogy igazán nyilvánít mindenkit, aki a Jézus hitéből van. És erről tesz a Szent Szellem bizonyságot. Ez bizonyítja meg, ez tanúsítja. A Szent Szellem, és azt mondja, hogy álmírkodtak a zsidóságból való hírek a 45. versben, és akik Péterrel együtt mentek, hogy a pogányokra is kitöltetett a Szent Szellemnek az ajándéka, mert hallották, hogy ugyanúgy nyelveken szólnak, mint pünköskor, és magasztalják az Istent. És akkor Péter azt mondta, hát most el lehet tiltani ezektől az újjászületésnek a fürdőjét, a vizet, akik ugyanúgy újjá lettek teremtve, ugyanúgy újjá lettek szülve, mint mi, akiknek ugyanúgy átoperálták a szívét, akiknek ugyanúgy a szívük belsejébe az Isten a Szent Szellem által beírta a törvényét. Nem lehet ezektől már eltiltani a vizet, mert ezek berohannak a vízbe. És így is lett. Pünkös volt ezren, itt meg a kornélős és a háza népe, Péter azt mondta, gyerünk fiúk, irány a víz, és mindannyian megkeresztelkedtek. Halleluja! Isten az ő fiát azért küldte el, hogy szabadságot hirdessen a foglyoknak. És ez a szabadság az újjászületésben jelent meg. És ennek a szabadságnak a szelleme, a Szent Szellem, ő az, aki belülről alakítja ki az Isten életet mi bennünk. Ahogy az Ervin mondta, nem kívülről nehezít ránk nyomásokat és elvárásokat és törvényeket és szabályokat, hanem belülről inspirál menket arra, hogy szeressünk az Isten szeretetével, mert akkor érezzük jól magunkat. Mert ez egy új teremtés, ez egy új természet, ez egy új élet. Az Abcsel 4 talán Attila idézte. Fölúzom a gatyámat, mert le akar csúszni. Ez a szabadság, hogy fölhúzhatom előttetek is a gatyámat. Na, nem igaz, Peti. A lecsúszik, föl kell húzni. Emlőkém, te neked jó nadrág szíjad van. Na, menjünk tovább. Az abcsel négyben megfenyegették a tanítványokat. Majd a Tofi kiteszi. Megfenyegették a tanítványokat, hogy nem erészeljenek ennek a Jézusnak a nevében szabadságot hirdetni az embereknek, mert jaj lesz, agyonverik őket, szétverik őket, és így tovább. És ők azt mondták, hogy hát inkább Istennek engedünk, mint nektek. És miért mondták azt az, ezt ezek az emberek? Mert már ismerték Istent. Mert már bennük volt a Szent Szellem. Mert már tudták, hogy az ő mennyei atyuk, az dönti el a dolgokat, és ő nem ad kígyót, skorpiót és követ, amikor mi Szent Szellemet kérünk tőle. És ezért azt mondták, inkább ennek az Istennek engedünk, mert ő ő fogja a dolgokat a végén úgyis elrendezni. Őnál a csattanozostól, nem tinálatok. De azért imádkoztak, és azt mondták, most pedig, Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre. Sokszor fenyegetnek bennünket, hogy ne éljünk ezzel a szabadsággal, amivel Isten, amit Isten adott nekünk. Menjünk szépen vissza az ő uralmuk alá, és engedelmesen rakkoljunk, mint a hülyék. Nem. Az Isten megszabadított, és szabadok akarunk maradni. A szellemnek a szabadságában. És azt mondta, tekints a add meg a te szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal hirdessék, a te szabadító igédet, a te kegyelmednek az igéjét. Nyújts ki a kezedet, és itt is, figyeljétek, nem történt kézérintése. Hogy jelek és csodák történnek gyógyításra, a te szent fiadnak, a Jézusnak a neve által. Ért itt valaki ez valaki? Hát hogyne, a szent szellem, azokhoz, az, akik ott voltak. Amikor könyörögtek, akkor beteltek szent szellemmel, 31. versben, Megrendült a hely, ahol együtt voltak, vigyázzunk a ganzra, vagy erre a Réma Centerre, és minnyáján beteltek Szent Szellemmel, és elkezdték az Istennek a szabadító üzenetét bátorsággal szólni. Ez a Szent Szellemnek a célja. Hogy az a szabadság, ami a feltámadásban megjelent, az te vid el azoknak, akik elnyomás alatt vannak akik a bűnelnyomása alatt vannak, akik a törvényel vannak szétgyalogolva, vidd el azoknak az embereknek, hogy az Úr a te szabadító Istened, kihozott téged az egyiptomi rabszolgaságból, és nem akar visszavinni semmiféle rabszolgaságba. Isten terve nem a szolgaság, nem a károsztató félelemmel való kicsikarása az engedelmességnek. Istennek a terve az újjászületés. Az Istennek a terve, hogy megtapasztalva az ő szeretetét, ez hitet hozzon létre bennünk. Hát bennem legalábbis az Isten szeretete hozta létre a hitet. Nem tudom ti, hogy voltatok vele. Én azért dobáltam ki az életemből minden szemetet, ami nem egyezett meg az Isten igéjével. Nem azért, mert rám kiabáltak, meg azt mondták, hogy na így, meg úgy lesz, hanem azért, mert átéltem őt. És örömmel és boldogan hagytam el mindent, hogy ő vele lehessek, és még közelebb lehessek ő hozzá. Az Istennek a terve az, hogy a szeretet hitet hozzon létre, bizalmat hozzon létre, kapcsolatot hozzon létre az Istennel, az Atyával, a Krisztussal, a Szent Szellemmel, és hogy lovas terminológiával éljek, kapcsolat, követés és küldés. Kapt, egy lovas terminum, nem tudom. na mindegy, az most nem megyünk bele, nagyon kevés Kapcsolatba kerülünk az úrral, követjük őt, és utána az úr azt mondja, erre Rita, menj, menj és csináld, menj és te legyél ennek a szabadságnak a hírnöke, ennek a szabadításnak a hírnöke. A Kettőkorintus Korintus 3-at mondta az Ervin, és én is szeretnék onnan egy igét mondani. A 14. fejezet 14-től. Azt mondja ott az ige, hogy az Ószövetség olvasásakor egy lepel borul az embereknek az elméjére, tehát hogy a törvényt olvassák, mert ez a lepel, ez a Krisztusban tűnik el. Értitek? Tehát a törvény olvasása kor, tehát a Bibliát az emberek Krisztus nélkül olvassák, akkor törvényt fognak találni. És ez a törvény leple, ez Krisztusban tűnik el. Sőt, ma is lepel borul a szívükre, azt mondja a 15. vers. De amikor megtér valaki az Úrhoz, és itt még az új szövetségi megtérésről beszélek. És beszél itt az írás is. Nem arról a megtérésről, hogy a bűnöket elhagyó megtérés, az is egy megtérés. Hanem arról a megtérésről, hogy felismerem, hogy ki az Isten. És megváltozik a gondolkodásom az Istenről, és rájövök, hogy ő atyám, hogy ő szerető megváltom, hogy ő a szeretet maga. Mikor megtér az Úrhoz, akkor lehull ez a lepel. Lehull a törvénynek a leple. És ott jön be, hogy ahol pedig az Úr a Szent Szellem, ott szabadság van. Ez a 17. vers. 17. Tegyük ki. Ahol pedig az Úr a Szent Szellem, ott szabadság van. Szabadság, testvéreim. <laughs> és elkezdődik egy más működési mód a 18. versben. Mi pedig az Úrnak a dicsőségét fedetlen arccal szemléletjük. Mit szemlélünk fedetlen arccal? A törvényt? A betűt? A szabályokat? Engem, téged? Nem. A Szent Szellem az Úrnak a dicsőségét elkezdi láttatni velünk. Fedetlen arccal szemlélhetjük az Úrnak a dicsőségét, és azt mondja, hogy elváltozunk az ő ábrázatára, dicsőségről dicsőségre, és ezt a Szent Szellem végzi el. Halleluja. Így, ez az új szövetségi Működési Mód. A közösségben változunk el, hogy szemléljük az ő dicsőségét és ezt az egészet. Ez a pünköskor elküldött Szent Szellem, aki kézérintése nélkül betöltötte őket akkor, és tölt be szerintem ma is minket. És visszatérnék a Lukács ígéhez, a Lukács 11-ben, a 13. versben, ahogy olvastuk, hogy olvastuk, hogyha ti gonosz létetekre tudtok a gyerekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad a mennyei atya Szent Szellemet azoknak, akik Mit kell csinálni ahhoz, hogy Szent Szellemet adjon az Atya? Mondjuk szépen hangosan. Kérni. És ha kérünk az Atyától Szent Szellemet, mit fogunk kapni? Szent Szellemet, se kígyót, se skorpiót, se követ, se vírust, hanem Szent Szellemet. A következő ígé a János Evangélium 7. fejezetében olvasható. Ezeket azért mondom, mert én nálam így működött. Én velem így történt. Ezelőtt 35 évvel visszepásztor volt a tanulja az eseménynek. Elmondták nekem, hogy ha szomjas vagyok, akkor jöjjek Jézushoz és igyak. Nyisam ki a számat és igyak. Hogy az van megírva, hogy akik hisznek ő benne, azoknak a bensejéből élő vizeknek a folyamai ömlenek ki. És ezt pedig a Szent Szellemről mondta. Jöjjön én hozzám, és igyék. Kérni kell, szomjazni kell, inni kell, és utána el kell kezdeni kilépni a vízre. El kell kezdeni tenni, amit ő ad. Tán az Erivin volt, azt mondta, hogy minél hangosabban fog szólni, annál jobban be fog tölteni a szent szellem. Hát akkor nem így nézett ki a csávó. Nagy szakála volt, sok haja, és nekem is. Nekem még coffom is volt. Mondta, nyisd ki a szádat, kérjél, így áll és szóljál. Hát én meg ugye egy derék avantgárd színházi rendező szót fogadtam. Kértem, ittam és szóltam. És komolyan vettem, amikor azt mondta, hogy minél hangosabban fogok szólni, annál jobban betölt a Szent Szövem. Elkezdtem ott ordítani. Úgy betöltött, de... úgy betöltött, hogy az valamikor ilyen 7 óra tájt úgy lehetett, mint most, kezdődött, és aztán valamikor éjfél előtt az Ervin nagy, tudját, ilyen türelmes gyerek. Bírta éjfélig, hogy én itt ordítozom, ott meg röpködök a teremben, már csak ketten voltunk az egész házban, és így meg, pötyögtette a vállamat, és mondta, hogy figyelj, most már menni kéne haza. Mondtam hogy neki, hogy beszálltunk a zsigli lada kombiába, én hátsó ülésre ültem, nem a vírus miatt, izé, hogy Hátsó ülésre ültem, ott röpködtem, és mondtam, te figyelj, ha ezt én hamarabb tudom, akkor nem a fűvel meg a hasissal próbálkozom, hanem rögtön a Szent Szellemmel töltek ezenben, mert ez jobb. Úgyhogy most is ezt fogjuk csinálni. Kézénítése nélkül. Hiszen, hogy az Isten azt az de ezt sóvárgó éhes szomja a szívedet meg fogja áldani és be fog tölteni. Ez az egész Szent Szellem keresztséget ezt nem emberek csinálják, úgyhogy jó is, hogy most nem szabad itt érintgetni. Hanem ezt maga Jézus az, aki Szent Szellemmel is tűzzel keresztel. Még egy tanácsot mondanék, az egykorintus Korintus 14.2-ben az van megírva, hogy 14.2, 1. Korintus 14.2, hogy amikor valaki a Szent Szellem által szól, nyelveken szól, nem emberekhez szól, hanem Isten és nem érti, senki se érti, mert a Szellem által szól titkokat, és a 14. fejezet 14.15. versében pedig azt mondja, az 1. Korintus 14. Igen, ha a nyelveken szólva imádkozom, a szellemem imádkozik, de az értelmem gyümölcstelem, mondja a Károl, itt azt olvasok, hogy nem használom. Mi következik mindezekből? Imádkozom szellemmel, imádkozom értelemmel, dicséretet énekelek szemmelemmel, és dicséretet éneklek értelemmel. Tehát ne zavarjon téged az, hogy se te nem érted, se senki nem érti, az Isten érti. Esély túl magadon. Tudjátok, ez az egész dolog arról szól, szerintem azért van a nyelveken szólásnak ez az ajándéka itt, hogy az értelem, amelyik a trónon ül, az trónfosztásra kerüljön. Hogy megértsük, és, és, és engedjük, hogy ő vezessen. Az egész erről szól, hogy az életemet ennentől fogva nem én akarom kormányozni, hanem átengedem ő neki. És amikor te ezt a. Az értelmetlen beszédet elkezded, mert érzed, hogy kérted, itt áll, betöltött, és elkezdesz értelmetlenül engedet, hogy ő szóljon, hogy, hogy te a hangot adod, és ő szól általad, akkor azt a hitedet fejezed ki, hogy igen, Uram, te vezetsz. Kilépek a vízre, mert te mondod, mint Péter mondta a csónakban. Múlt hetek óta beszélünk a Szent Szellemről. És tudjátok, óriási jelentősége van. Sokszor vagyunk úgy, hogy nem tudjuk, hogy mit, mit imádkozzunk, nem tudjuk, hogy mit csináljunk. Én sokszor vagyok így. De azt mondja a Róma 8.26, hogy a Szent Szellem ilyenkor segítségére siet az erőtlenségünkre. És kimondhatatlan fohászkodásokkal, nyög, könyörök esedezik rajtunk keresztül Istennek. Azokat a dolgokat, amiket mi nem tudunk megfogalmazni, azt ő, amikor nyelveken szólsz, megfogalmazza. Én is nagyon, nagyon szeretek nyelveken imádkozni. De ez a tuti. Ez a tuti. Sokszor vagyok így, hogy eljutok az értelemmel valameddig, és akkor azt mondom, hogy hát most azt mondhatnám, hogy te nálad a labda. De tudom, hogy ennél többre van szükség, és elkezdek nyelveken szólni. Ennyi lett volna az üzenetem, arra kérlek benneteket, hogy álljunk fel. Szeretném, hogyha együtt imádkoznánk. Betöltenénk az Istennek az igéjét. Kérnénk az atyától szent szellemet abban a hitben, hogy se kígyó, se skorpió, se kő, hanem itt kapunk szent szellemet. Kérni fogjuk a szomja szívünket töltse be. És amikor érzed, hogy ő átjár és betölt, akkor lép ki. Enged, hogy szeressen az Isten, hogy kiszeressen a nyomorúságodból, hogy helyre rakja a kapcsolataidat, hogy helyre rakja az érzéseidet, hogy helyre rakja az identitásodat. Kérlek, hogy mondjátok velem. Drága mennyei atyám, köszönöm neked Jézust, aki szabadítóul küldtél el én értem, és minden ember ér. Köszönöm a te megváltásodat, Uram. Köszönöm, hogy meghaltál, értem. Feltámadtál, és most is az atya jobbján vagy. És te vagy az, aki megkeresztel, az betöltesz engem Szent Szellemmel. Szent Szellem, hiszek benned. Te vagy az Isten, és kérlek, hogy most Gyere. Járját, tölts be. Isten szeretete, átadom a szívemet te neked. Úr vagy és Isten vagy. Ticsőítsd meg Jézust én bennem. És tedd Úr rá őt. Köszönöm, hogy te vagy Jézus a szabadító. És köszönöm, Szent Szellem, hogy most, amikor betöltesz, és az élő vizek folyamai ömlenek már az én bensőmből, akkor olyan dolgokat végzel el, szabadítasz és gyógyítasz, szakítod szét a láncokat, minden elnyomó igát, minden betegségnek a gyötrelmét, törd szét a Jézus nevében. És köszönöm, hogy az én szabadságom, az téged dicsőít. És most átadom magam, te neked szent szellem. Jézus Krisztusnak a nevében. És most föl a kezeteket, és nézzetek egymásra, és mondjat a testvérednek, testvérem, az Úr áldjon meg téged, Jézus nevében, tejbe, töltekezz be, Szent Szellemmel, Jézus nevében, Jézus nevében, Jézus nevében, Amen. Miközben dicsérjük az Urat, létetek a vízre. Ne tarts vissza, engedd, enged, hogy szeressen az Isten, szóljatok, amit ad a Szent Szellem, valósíts meg. Amen.